válasz röviden úgy hangzik, hogy tudunk, a második kérdés pedig úgy, hogy lesz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem mindannyiunkat ezen a mai ünnepi alkalmon. Köszönöm szépen a szervezőknek, hogy gondoltak rám és meghívtak ide maguk közé, és hozzájárultak ahhoz, hogy szólhassak az egybegyűltekhez. Amikor a mai konferencia címét meghallottam, és rájöttem, hogy ez az a rendezvény, ahol engem meghívtak, akkor egy pillanatra pánikba estem, mert kétségkívül a mai magyar kormány teljesítményét és összetételét figyelembe véve az ember jogot formálhat a közlekedési szakemberségre, azon az alapon, hogy már ült metrón, egy járkuszon, de a mi köreinkben mégsem szokás az embert ilyen csekély fölvértezettség mellett előadónak fölkérni. Aztán rájöttem, hogy szerencsére nem ez a dolgom, és köszönöm szépen Martonyi Jánosnak is, hogy előbb ezt tisztázta. Az én dolgom nem az, hogy közlekedési szakemberként javaslatokat tegyek tisztelt egybegyűlteknek, hanem hogy Európáról szóljak néhány megemlékező szót. Persze azt mindannyian tudjuk, hogy Budapest abban a sajátos helyzetben van egy olyan város, ahol ugye se haladni, se megállni nem lehet. És mikor az ember reggel neki vág, hogy a munkájába elinduljon, akkor lényegében egy túlélési gyakorlatra vállalkozik, és este, mikor hazaér, akkor elégedetten állapítja meg, hogy a mai napon mindkét túlélési gyakorlatot abszolválta. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azonban ez nem jelenti azt, hogy ezekben a közállapotokban mi beletörődnénk. Ezért köszöntöm megkülönböztetett tisztelettel háziasszonyunkat, aki tető alá hozta ezt a mai találkozót, bizonyítékát adva annak, hogy egyáltalán nem kívánunk a mai nagyvárosi magyar állapotokba beletörődni. Igenis, van mondani valónk e tekintetben. Hisszük, hogy mi jobbat tudunk, jobbat tudnánk a mainál alkotni. Talán ez az alkalom helyén való a célból is, hogy gratuláljak az európai képviselőasszonynak a Galileo programban végzett munkájához. Mondhatnám kicsit politikailag inkorrekt módon férfias helytállásához, amellyel hozzájárult, hogy ez a program úgy tűnik az Európai Unió egyik első nagy közös sikere lehet. Az első olyan mindannyiunk számára érthető megtestesülése az Európai Unió közös vállalkozásának, amely egy más, az európai kontinensnél nagyobb és hatalmasabb földrészek piaci versenyébe kíván beleszólni. Ezért is létrehoztuk az Európai Uniót. Talán most először van alkalmam arra, hogy Martonyi Jánosnak is köszönetet mondjak, hiszen önök, akik itt vannak bizonyára, készhez kapták már azt a füzetet, amely a leendő, legyünk mértéktartóan, de határozottak, a leendő kormányprogram egyik pillérét, az európai és a külpolitikai kérdések pillérét hivatott felrajzolni. Ezt a programot a Fidesz alapprogramának szellemében és egyében lényegében elkészítettük, ez szép munka, ez is jelzi, hogy készülünk az előttünk álló feladatokra. És persze örülök annak is, hogy itt van közöttünk Tarlós képviselőtársunk, hiszen az ő dolga lesz, hogy mégiscsak egy élhető várost parázsoljon ebből a Budapestből, és azt a temérdek koncepciót és javaslatot, amelyet talán a mai napon önök majd letesznek az ország asztalára a városi tömegközlekedés ügyében, reményeink szerint inkább előbb, mint utóbb Tarlós Istvánnak kell majd budapesti valósággá váltania. A budapesti programunk elkészült, ennek a mélyítése folyik. István, sok sikert kívánok ehhez, mármint ennek sikeréhez és megvalósításához. Kedves barátaim! Ami pedig Európát illeti, érdemes a magam korabelieknek egy kicsit a hátuk mögé tekinteniük, és kimondaniuk, hogy a mi szüleink még a magyaroknak ahhoz a nemzedékéhez tartoztak, tartoznak, akik számára még csak álom volt Európa. Európát, amikor én gyermek voltam, a szüleink számára más realitások helyettesítették, például egy ilyen libazöld színű trabanttal elzötyögni Brunóba, ez ha nem is volt Európa, de már szinte maga volt a szabadság. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, visszaemlékszem a szüleim fiatal korára, amikor én még gyermek voltam, a
az Európa szót rendkívül sok pozitív képzet övezte. Nagyon sok olyan beszélgetést hallhattam, ha nem is értettem gyermek fejjel és füllel, ami arról szólt, hogy hát majd valahogy Európa fogja megoldani a mi összes problémánkat. Az akkori szülői beszélgetésekben Európa valami olyasmit jelentett, mint szabadság, a modern világ eredményei, fejlődés, jólét, biztonság, színes élet, színes ruhák, nyaralás, utazás, a technika vívmányai, magasabb jövedelem, cenzúrázatlan kultúra, egyáltalán távlatos emberi élet. Amikor először találkoztam Európával, én is valami hasonló gondolatkörben helyeztem el ezt a fogalmat. Ez még 1984-ben volt, amikor először nyugaton jártam. És mikor jöttünk hazafele az utitársammal, aki később a feleségem lett, hátizsákkal, akkor már a konzerveket útközben fölélve, egy könnyebb hátizsákkal, akkor Münchenben megálltunk, és eldöntöttük, hogy most mi legyen. Úgyhogy a mi nemzedékünknek az Európához való viszonya ez. Nekünk 1984-ben még személyes volt az az élmény, hogy most az ember Európát és a szabadságot válassza, és akkor az Interrail egy hátralévő szakaszát nem utazza le, hanem Münchenben marad, vagy inkább hazajön, mert itt ugyan nincsen szabadság, meg nincsen Európa, de itthon vagyunk. A mi nemzedékünk szinte kivétel nélkül minden gondolkodó, szabadságvágyó polgára tagja keresztül ment ezen a döntésen. Ezért Európa mi számunkra mindenfajta politikai problémától, bajtól teljesen függetlenül, ha a szó elhangzik, ezt az életélményt hozza vissza. Számunkra ez az a valami, ami olyan fontos és olyan vonzó, hogy az ember még azt is hajlandó volt legalább megfontolni, hogy cserébe érte lemond az otthoni kapcsolatairól, a szülőföldről, mert egy olyan minőséget képvisel, amely legalábbis ugyanannak a mérlegnek a másik serpenyőjébe helyezhető. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Aztán természetesen a én nemzedékem egyszer csak azon kapta magát, hogy Európa itt van. Az, amiben vagyunk, ez már az. Lehet utazni, van politikai szabadság, vannak színes ruhák, színes az élet, színes az útlevél, vannak szabad választások, trabantok eltűntek, Brunót se így mondjuk már, ha az ember ad magára valamit. A megszámolhatatlan tévécsatornából válogathatunk, könyvek, filmek korlátozás nélkül jutnak el hozzánk. Aztán persze az embernek az is eszébe jut, ha Európát idézi föl, hogy nem csak az érkezett meg, amiért, ami után 1980-as évek közepén vágyakoztunk, hanem megjöttek gyorsan a gondok is, munkanélküliség, magas adók, járulékok, keményebb verseny. Kiderült, hogy Európa nem egy jótékonysági intézmény, egyáltalán nem nőnek tőle automatikusan a fizetések. A sok áru meg az árudömping, amit az ember élvez eleinte, sem föltétlenül csak előnyöket tartalmaz, mi lesz a magyar termékekkel, meg a jó ég sem tudja, hogy időnként milyen nyersanyagból készült vacakokat zúdítanak az ember nyakába. Aztán láttuk azt is, hogy Európa magával hozza, hogy az európai vállalatok, a nyugati vállalatok és vállalkozások és államok képesek erőteljesen érvényesíteni az érdekeiket. Nekünk ebben meg még nincsen gyakorlatunk, nem tudjuk, hogy kell ezt csinálni. Időnként inkább félünk tőle, semmint élnénk a lehetőséggel. Nincs meg ahhoz a kellő önbizalmunk, amihez nekik már régen megvan. Szóval tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt külügyminiszter úr, elnök asszony, a valóság arra tanított meg minket, a magam nemzedékét, hogy Európa nem egy nagy hajó, amire jegyet váltunk, aztán majd elvisz bennünket valahová, hanem Európa mi vagyunk. Mi együtt, itt, ahol most élünk, a többi európai néppel és nemzettel, akikkel persze van valami közös kincsünk, ami csak nekünk itt ezen a földrészen áll rendelkezésünkre. Egy kincs, ami nem csak itt fontos nekünk, hanem az a csoda ereje is van, hogyha elvisszük a föld bármely pontjára, akkor ott is örökre megváltoztatja az életet. Ma, amikor az elismerés hangján szeretnék szólni Európáról, akkor azt a kicsit talán zabolátlanul bátor mondatot választottam köszöntésül, miszerint ne szégyeljük, mondjuk ki, hogy Európa az emberi történelem legsikeresebb földrésze és kulturális közössége is egyben. Legyünk erre büszkék. Nincs még egy olyan földrész,
és kulturális közösség az emberiség történetében, amely olyan mértékben határozta volna meg az emberiség többi részének életét, az ember jelenlétét a bolygón, mint ahogyan ezt Európa tette. Amikor sikerről beszélek, akkor persze nem egyszerűen anyagi, fizikai természetű sikerekre gondolok, hanem az embernek, mint közösségi lénynek eddig ismert legteljesebb kibontakozását is értem a siker szó alatt. Ez az a kibontakozás, a teljességre törekvő kibontakozás, amit a világon mindenütt utánozni és eltanulni próbálnak Európától. Kétségkívül vannak sokkal nagyobb és sokkal népesebb földrészek, erősebbnek tűnő kulturális közösségek, mégis az európai kultúra, az európai észjárás, gazdasági és társadalmi berendezkedés van vezető helyzetben, szerepben világszerte most már több évszázad óta. Európa meghódította a világot, mindenütt jelen van, ott is, ahol nem föltétlenül érvényesülnek az értékei, de legalábbis álomként, kihívásként, vágyként jelen van. Legyünk büszkék arra, hogy a mi kontinensünk az, Európa az, amihez a világ méri magát. Európa mérce, még akkor is, ha történetesen az élet számos területén más földrészek teljesítményei megelőzik az európai teljesítményeket. Végül is nem mi, európaiak sajátítottuk el, vettük át különféle távol-keleti, ázsiai, amerikai vagy afrikai őslakok kultúráját, hanem ez inkább fordítva történt. Vagyis Európa nem más, mint az a földrész és szellemi közösség, amelyben meggyőződésem szerint a legmagasabb szinten valósultak meg és egyesültek az ember, a homo sapiens alkotó törekvései. Bárhol is legyünk a világban, amikor késsel és villával leszünk, az mégiscsak egy európai dolog. Mégiscsak innen származik a lovagi erény, amikor hölgyeket előreengedünk és tisztességesen beszélünk velük. Mégiscsak a nemesség és a vagyok kötelez gondolata is ebből a kontinensből szökött szárba. A tulajdon tisztelete, alkotmányos védelme szintén a mi kultúránk terméke. Európában született a szabadság, a demokrácia eszméje, itt jött létre először a szabad piacgazdaság, innen indult az ipari forradalom, a tudomány és technika forradalma is. A legitim hatalom eszménye, hogy a hatalom gyakorlásához szükséges, hogy azok elfogadják, akik fölött a hatalmat gyakorolják, szintén európai találmány. És később aztán itt fedezték föl, itt alkották meg a szociális biztonság követelményét, a szolidaritás eszméjét is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mi tette a mi kontinensünket, Európát ilyen sikeressé? Mi a titka mindannak, amiről beszéltem? Mivel tudott Európa a legsikeresebb földrészé és kulturális közösséggé válni? Hölgyeim és Uraim, ha sorba vesszük azokat a vívmányokat, legyenek azok akár fizikai, akár szellemi természetűek, amelyeket mi adtunk a világnak, a keresztény kultúrától kezdve a szabad piacgazdaságon át a demokráciáig, késsel villával bezárólag, akkor rájöhetünk, hogy ezeknek a vívmányoknak a középpontjában valójában mindig az ember áll. Az az ember, amelyet mi úgy fogunk föl, hogy szabad akarattal és szabad lelkiismerettel rendelkezik. Ez a szabad akarat és szabad lelkiismeret adja az ő méltóságát. Azt az emberi minőséget, azt az emberi méltóságot, amely az e világ minden más létezőjétől megkülönbözteti. Ebből az következik, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Elnök asszony, hogy az emberi közösségek életét az európai fölfogás szerint szabad akaratú emberek szabad megegyezései kell, hogy meghatározzák. Ekkor érezzük kiteljesedve emberi minőségünket. Európa azért a legsikeresebb földrész és közösség, mert összetartozása egy olyan alapvető egyességre, az emberi méltóság kölcsönös elfogadásának principiumára épül, amelyben aztán az összes többi egyesség, amely Európa életét meghatározza, szervesen és logikusan következik. Természetesen nem vonatkoztathatunk el attól a ténytől sem, hogy ez az egyesség is egy ezt megelőző, előzetes egyességből, a keresztény tanításból ered, amely maga is egy szövetség, Isten és ember szövetsége, illetve egyessége. Sok minden következik mindebből, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Következik a demokrácia, amely nem más, mint az egyesség egy sajátos fajtája. A többségi akarat elve, amit szükségszerűen kiegészít a kisebbség iránti felelősségvállás kötelezettsége. Következik belőle a piacgazdaság, ami nem más, mint egy egyesség, a gazdasági rendszerünk működtetése bizonyos közösen elfogadott szabályok szerint.
Következik ebből a demokrácia, amely szintén egy egyesség, egy politikai természetű egyesség, a többség akaratának érvényesítési rendje. Hasonlóképpen egyesség az egymás iránti szolidaritás, meg a szociális biztonságról kötött egyesség is, épp úgy, mint a tulajdon tisztelete, amely nem más, mint a közöttünk létrejött, ezt tartalmazó megállapodás. Ennek az alapja ebből következik, az adott szó betartásáról szóló egyesség, amely kulcsa az európai civilizációnak. Az adott szó betartásáról szóló egyesség, amelyből aztán következik a szavak és tettek következményeinek vállalásáról szóló másik egyesség. Amiből aztán következik a kölcsönös bizalomról szóló egyesség, aztán következik ebből a választott vezetőknek a választóikkal szembeni lojalitásáról szóló egyesség, és jó néhány más további politikai megállapodás. Summa-summarum, tisztelt hölgyeim és uraim, itt a mai napon, Európa napján arra szeretném önöket emlékeztetni, hogy Európa az egyességek rendszerére épül. Mégpedig olyan egyességek rendszerére, amelyeken lehet ugyan módosítani, mert az idők változnak, lehet csiszolni és lehet újítani, de mindig csak újabb egyességek révén. Aki azonban ezeket az egyességeket önkényesen fölrúgja, semmibe veszi, az nem csak politikai hibát követel, hanem kiírja magát abból az európai szellemből, amire az egész kontinens épül. Tisztelt hölgyeim és uraim! Ha Európa a legsikeresebb földrész és kultúrközösség, amelyhez a rendszerváltoztatást követően mi egyre közelebb kerültünk, sőt most már oda is tartozunk, erről van 4 éve papírunk, akkor választ kell azonban adnunk az egyik legégetőbb kérdésre. Hogyan lehet az, hogy miután mi az itt elmondottak szellemében a legsikeresebb földrészhez és kultúrközösséghez csatlakoztunk, ez nem előre vitt bennünket, illetve az azóta eltelt idő nem előre vitt bennünket, hanem hátrafelé. Hogyan magyarázzuk meg azt az egyszerű, de a számok könyörtelen nyelvén beszélő tényt, hogy az összes velünk együtt az Európai Unióhoz csatlakozott ország a gazdasági növekedését tekintve, a csatlakozás után növelni, fokozni tudta a gazdasági növekedését, csak egyetlen ország van, aki az uniós csatlakozást követően veszített a gazdasági növekedésének ütemében. Csak egyetlen egy. Ezek vagyunk mi, tisztelt hölgyeim és uraim. Magyarország az egyetlen olyan ország, amely nem tudott élni az Európai Unióhoz való csatlakozás lehetőségével. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, miért van az, hogy mióta az Európai Unióhoz csatlakoztunk, élen járunkból utolsók lettünk, egyre mélyülő válságokban vergődünk, és egyre távolodunk a közös európai céloktól és sikerektől. Azt hiszem, az elmúlt néhány esztendő alatt a legsúlyosabb kudarcokat szenvedte el Magyarország. Elvesztette a morális biztonságot, mert elveszett a szavak és a tettek súlya következménye, mert megszűnt a felelősségvállalás minimális követelménye is. Elvesztettük a gazdasági stabilitást, leállt a fejlődés, szinte megszűnt a növekedés. Elvesztettük a szociális biztonságot, és elveszítettük a versenyképességünket is. Az elmúlt években, éppen az Európai Unióhoz való csatlakozást követő években a magyar politikai életben megjelent valami más. Valami más, ami nem Európa, ami idegen az európai gondolattól, és idegen az európai egyességek kultúrájától. És épp azért, mert nem európai, mert nem egyességekre épül, hanem ellenkezőleg bármikor felrúg, semmibe vesz bármilyen korábbi egyességet, ahogy a pillanatnyi érdekek diktálják, nos talán kudarcaink mélyén ez a tény húzódik meg. Nem tartom európai politikának azt, amikor nem lehet hitelt adni egymás szavának. Nem tartom európai politikának, amikor meghamisítják a mindannyiunk életét befolyásoló alapvető adatokat. Nem tartom Európának, amikor megverik a szabadságjogokkal élő, békésen demonstráló embereket. Nem tartom európai politikának, amikor utána mindezt nem hagyják kivizsgálni. Nem tartom európai politikának azt, amikor egy kormány társadalmi és parlamenti felhatalmazás nélkül kormányoz. És nem tartom európai politikának azt, amikor egy kormánynak már programja sincs, mert nem meri beterjeszteni a ház elé, hát ha leszavazzák. Ez nem egyszerűen csak nem európai politika, ez nem európai kultúra. Ez valami más, ami a múltba húz bennünket vissza. Tisztelt hölgyeim és uraim, ez nem a Magyarország útja, ez nem egy európai nemzet útja, ez nem a mi útunk. Ez nem kifelé vezet a válságból, hanem befelé, és nem Európához, hanem Európából kifelé visz bennünket.
amit ma élünk, az út, amin ma járunk, a kudarc útja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha ez a kudarc útja, akkor vajon mi lehet a jövőjé? Mi kell ahhoz, hogy a kudarcok után visszatérjünk a sikerek útjára, és utolsóból ismét élen járókká válhassunk? Most meggyőződésem, hogy ha bajt az okozta, az vezetett bennünket a kudarcok világába, hogy magunk mögött hagytuk az európai kultúrát, és a hatalom fölrúgta azokat az egyességeket, amelyeken minden európai politikai kultúra nyugszik, akkor a megoldás is világos, az egyességeket kell újra kötni. Új egyességekre van szüksége Magyarországnak. Új egyességekre az országon kívül, és új egyességekre elsősorban az országon belül. Az új egyességnek, mint minden tisztességes és becsületes egyességnek, a kölcsönös bizalomra, tiszteletre és az azt megkötők felelősség vállalására épp kell épülnie. A jövő útja az egyességekre épülő nyugati típusú demokrácia, az egyességekre épülő szociális piacgazdaság és az annak eredményeként létrejövő európai életminőség. Új egyességre van szükség, amelynek tartalma kimondja, hogy nem állítjuk, mert nem állítható szembe egymással a szociális biztonság és a versenyképesség. Új egyességre van szükség, amely világosan beszél az állam szerepéről, amely elmondja, hogy az állam nem avatkozik bele a piac működésébe, de kötelessége az államnak távol tartani a piaci és profit szempontokat az élet olyan területétől, ahol azoknak nincs helyük, nem érvényesek és nem alkalmazhatóak. Új egyességet kell kötnünk a politikusok és a választott vezetők felelősségének és elszámoltathatóságának kérdésében is. Magyarország, ha európai ország akar lenni, a jövőben nem lehet következmények nélküli ország, mert az nem fér össze sem Európával, sem a magyar ember természetével, reményeim szerint igazságérzetével és erkölcsi érzékével sem. És új egyességet kell kötnünk, amely világossá teszi, hogy Magyarország a sikereit a munkára akarja alapozni, nem ígéretekre és hitelekből rendezett osztogatásokra, majd azt követő megszorításokra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha az új egyességek útján jutunk el a sikerhez, akkor már csak azt a kérdést kell föltennünk, hogy mikor és hogyan köthetjük meg ezeket az új egyességeket. Meggyőződésem, hogy Magyarországon már létrejött az a közmegegyezés, amely arról szól, hogy rossz úton járunk, és erről vissza kell fordulnunk. Új irányra és új egyességre van szükségünk. Ám a senki sem érti Magyarországon, magamat is beleértve, hogy miért kellene erre még két esztendőt várnunk. Miért kellene az új egyességek megkötésére még két évet várnunk, miért kellene elvesztegetnünk két esztendőt. Miért kellene még két évig tovább vergődnünk egy olyan kormánnyal, amelynek se társadalmi, se parlamenti fölhatalmazása nincs, ráadásul már programmal sem rendelkezik. Miért kellene a magyaroknak még két évig egy totálkáros autóban gubbasztanunk, aminek már se kereke, se motorja és a kormánya is eltörött. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mi európai ország vagyunk, és tudjuk, hogy mire való a demokratikus választás. Mi tudjuk, hogy a demokratikus választás a létező legjobb alkalom arra, hogy egy társadalom, egy közösség európai módon megkösse a maga új alapegyességeit. Olyan egyességeket, amelyek aztán szilárd alapokat adhatnak, melyekre hosszú távon is lehet építeni. Mi ismerjük az európai megoldást arra az esetre, amikor egy kormány politikája megbukik, mert szétrugta, szétverte a megegyezéseket, amelyek a korábbi időszak alapját adta. Mi ismerjük azt az európai megoldást, amit akkor kell alkalmazni, ha egy kormány képtelen tovább kormányozni egy országot. Ezt a megoldást, az európai megoldást úgy hívják, előre hozott választások. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Annak érdekében, hogy Magyarország mielőbb kormányozható európai ország legyen, hogy létrejöjjenek európai közmegegyezések, hogy le lehessen zárni a kudarcok korszakát és elindulhassunk a siker irányába, Magyarországon előrehozott választást kell tartani. Az előrehozott választás végeket a tájéknak, biztonságot és bizalmat teremt, tisztázza a viszonyokat, megadja az esélyt, nem garancia, nem megoldás, de megadja az esélyt, hogy megoldhassuk a válságot. Az előrehozott választás valójában előrehozott politikai siker. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha körülnézünk Európában, ilyen megoldást számos országban szoktak alkalmazni. Miért indult el Németország ezelőtt talán 3 esztendővel fölfelé? Mert a kormányzó szocialisták belátták, hogy képtelenek az ország számára
vállalt feladataikat teljesíteni, és kiírták az előrehozott választásokat. Miért reménykedik most Olaszország, tisztelt Hölgyeim és Uraim? Azért reménykedik, mert belátták, hogy miután nem tudják fönntartani a többségi kormányzást, kisebbségi kormányzás helyett, amely csak vergődés és kudarc, fölkínálták a lehetőséget az olasz embereknek, hogy eldöntsék, merre induljon tovább Olaszország. Sőt, nem csak nyugatra, ha keletre nézünk is azt látjuk, hogy megvan ott a magukhoz való esze a politikusoknak, mert Szerbiában is, amikor világossá vált, hogy ez így nem mehet tovább, a politikai osztály képes volt arra, hogy kiírja az előrehozott választásokat. Még egyszer mondom, mindannyian tudjuk, minden kisebbségi kormányzással elvesztegetett nap, hét vagy hónap súlyos következményekkel jár, sokba kerül az országnak, és annak az árát a választópolgárok fogják megfizetni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy előrehozott választás megteremti a gazdasági fordulat és a gazdaság megújításának lehetőségeit is. Magyarország válságára tehát nem európai válasz a kisebbségi kormányzás, az csak bukást, kudarcot hoz, bukást és kudarcot soha be nem ismerő politikai réteg további hatalmát garantálja. Minél előbb lesz választás Magyarországon, annál előbb ér véget a káosz, a bizonytalanság, és tehetjük biztonságossá a jövőt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha mindezt egy történelmi összefüggésbe helyezzük, akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarország a 90-es évek közepén, ennek pontos dátumát talán Martonyi János nálam pontosabban is meg tudja határozni, Magyarország egy erőteljes fordulattal az európai fölzárkózás útjára lépett. Leírhatjuk a mögöttünk hagyott esztendők tekintélyes részét úgy, hogy Magyarország sikeresen indult meg a fölzárkózás útján. Valamikor a 90-es évek elejének zűrzavaros átmeneti időszaka után, kormányoktól függetlenül ez volt az irány. Fölzárkózás az Európai Unió átlagának megközelítése. A felzárkózás azonban elakadt. Ez a folyamat megszakadt. Ezért ma nem közeledünk, hanem távolodunk az Európai Uniós mértéktől, minőségtől és átlagoktól. Éppen ezért a feladat, amely Magyarországra vár, és ebben a feladatban kell megtalálni a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek és az őt támogató értelmiségieknek, a szellem embereinek és a hivatását, hogy ezt a megszakadt felzárkózási folyamatot újra indítsuk. A felzárkózás programját elkészítsük, és úgy, ahogyan a Martonyi János vezette külügyi csapat, újra és újra, újabb és újabb rétegeket áttörve mélyítsük, szélesítsük és erősítsük. Megújulásra van szükségünk, ennek az új európai, Európához történő felzárkózási folyamatnak a motorja immáron nem lehet kizárólag a politikai osztály. Ideig sokan azt gondolták, hogy így lesz. Talán ez is szerepet játszik abban, hogy nem így lett. Ebben a most meginduló új reményeink szerint majd újraindított felzárkózási folyamatban a politikai osztály szerepe persze nem lesz mellőzhető, szükség lesz rá. De nem ebben merül majd ki a folyamat, nem egyszerűen csak a központi kormányzat reményeink szerinti jó döntéseiben, az emberek mindennapi életétől távol lévő, pályázatíró, jó lehetőséget megragadni tudó szakértőkből és tanácsában, ebben a fölzárkózási folyamatban a kulcs szerepet a magyar civil társadalomnak kell játszania. Ezért nekünk nem egyszerűen kormányzati programmal, nem egyszerűen csak politikai stratégiával, nekünk egy társadalmi stratégiával is rendelkeznünk kell, ha azt akarjuk, hogy Magyarország visszakerüljön arra a polcra, amelyet Európa népei között korábban már elfoglalt. Ehhez kívánok Önöknek, mindannyiuknak sok erőt és jó egészséget. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy meghallgattam.